Elárasztják Európát az illegális bevándorlók, ha az uniós vezetők nem változtatnak a bevándorlási politikájukon. Erre figyelmeztet Bill Gates. Az amerikai milliárdos azt mondta, Európának meg kell nehezítenie a menekültek átjutását az afrikai kontinensről. A Tények riportja után Bakondi Györggyel, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójával beszélgetünk a témáról. Csak az elmúlt fél évben rekordszámú 82 ezer migráns érkezett Olaszországba az afrikai kontinensről. Az őket szállító hajók nagy többsége Líbiából indult az olasz partok felé. Az útrakelők jelentős része fekete-afrikai, akik jobb életkörülményekre számítva indulnak útnak. Marco Minniti, olasz belügyminiszter már arról beszél, ha országa nem kap segítséget és nem szigorítják a határok ellenőrzését, lezáratja a kikötőit a migránsokat partra szállító civil segélyszervezetek hajói elől. Az illegális bevándorlást pártoló és anyagilag is támogató Soros Györggyel szemben egy másik amerikai milliárdosnak teljesen más a véleménye a migrációról. Bill Gates a Weltam Sonntag című német lap kérdezte a kialakult helyzetről. Az amerikai milliárdos erősen kritizálta Angela Merkel bevándorlási politikáját. Azt mondta, Németország nagylelkűnek szeretne mutatkozni és be akarja fogadni a migránsokat. Ugyanakkor minél nagylelkűbb, ennek annál jobban híre megy, és még nagyobb tömeget fog arra késztetni, hogy útnak induljanak Európa felé. Bill Gates azt is mondta, meg kell nehezíteni az Európába jutást az afrikai kontinensről. Azt vetítette előre, ha az Unió nem tesz valamit, a migránsok elárasztják Európát. Vendégünk a témában Bakondi György, a miniszterelnök főtanácsadója. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van. Mennyiben lepte meg önöket Bill Gatesnek ez a gondolata, vagy kinyilatkoztatása? Hát az ő nyilatkozatai eddig mondjuk ebben a témában nem voltak jellemzőek, tehát mondhatjuk, hogy ez egy meglepő nyilatkozat volt. Nyilván oka van ennek, hogy ő így értékeli, és hát valóban egy másik gazdag amerikai milliárdos véleményéről van szó, akinek széleskörű gazdasági, mivel persze természetesen politikai kormányzati kapcsolatai is vannak. Nem tudom, hogy tovább gondolták-e már, pontosabban, hogy Bill Gates tovább gondolta, hogy hogyan lehetne egyébként megoldást találni arra, és ugye hát most nyíltan szembe ment Merkel politikájával, hogy mondjuk a Frontex-et lehetne megerősíteni, vagy hogy milyen módozatai lehetnek annak, hogy az Afrikából érkező embereket megállítsák. Hát a helyzet úgy áll, hogy három fő irányból érkeznek a migránsok, részben az egyik kiemelkedő, ez az olasz irány, de elég aktivitást tapasztalta a spanyol országba irányuló tengeri migrációba is, és továbbra is aktivitást mutat a balkáni útvonalon, annak ellenére, hogy az Unió és Törökország megállapodása után és a balkáni útvonalon levő országok erőfeszítései révén tulajdonképpen zárva van ez az útirány. Hogy hogyan kell megállítani, erről nagyon sok fajta vélemény van. Gates is mondott ezzel kapcsolatban ötletet, hogy tehát meg kell nehezíteni. A magyar kormány álláspontja ebből világos, és nem változott 2015 óta. Ellenőrizni kell a határokat, véget kell annak vetni, hogy mindenfajta ellenőrzés nélkül ismeretlen identitású személyek nagy tömegbe, mindenféle okmány nélkül gyakran erőszakosan áthaladhassanak, semmibe véve az Európai Unió és az európai tagállamok törvényeit. Legalizálni kell ezt a dolgot, és mégpedig az Európai Unió határain kívül kell döntéseket hozni a politikai menedékjog jogosultságairól. És ott kell ellenőrizni is? És ott kell ellenőrizni őket, és csak azokat beengedni, beszállítani Európába, akiknek van befogadó országa, és akik valóban politikai menedékjogra jogosultak. Az utóbbi időben egyébként szintén tegnap jelent meg egy ENSZ felmérés, miszerint 10 migránsból összesen talán 3, aki politikai menedékjogra egyáltalán szóba jöhet, vagyis a gazdasági migránsok száma jóval meghaladja a politikai menekülteket, vagy például a szír menekültek számát jóval meghaladja az afgán, vagy mostanában már a fekete Afrikából érkező és óriási emberi utánpótlással rendelkező migrációs hullám. Magyarország mennyire kicsi ahhoz, hogy mondjuk részt vegyen stabilan abban, hogy az afrikai országokat, hogy mondjam, rá tudja arra venni, hogy ott állítsák meg a Magyarország egy stabil pont Európában, konzekvens, következetes politikát folytatunk. Amit mondunk, az úgy is van, tehát nem próbálunk ilyen PC beszéddel, hanem ha azt mondjuk, hogy fehér, az fehér, azt mondjuk fekete. Igen, úgy értettem, hogy lobbizni próbál, vagy markánsan eddig kiállni. Eddig is tettünk erőfeszítéseket.
minket abban a másik fontos elvünkben, hogy nem a problémát kell megbehozni Európában, hanem a problémát segíteni kell adott esetben az arab világban, vagy éppen Afrikában is. Erőnkhöz mérten, tehát most is részt veszünk ebbe, és mindent megteszünk, hogy ez a politika megerősödjön az Európai Unióba, és véget vessünk az ellenőrizetlen tömeges beáramlásnak, amelynek a biztonsági kockázatai beláthatatlanok. Hozzáteszem, hogy Európa szerte a több nyilatkozat is hangzott már el, hogy hát a biztonságot azt nem kell főszempontnak tekinteni, hanem inkább elő kell segíteni a továbbiakban is a beáramlás. Legutóbb a bizottságnak egy ezzel kapcsolatos akcióterve fogalmaz meg hasonló törekvéseket. Az, hogy tulajdonképpen Magyarország idézőjelben csak tranzitország, tehát a legtöbben azért tovább mennek, vagy tovább mennének, ez is veszélyezteti az ország biztonságát, mert ugye vannak olyan megközelítések, hogy éppen azért nem nagy dolog a migráció maga, mert hogy innen úgyis tovább mennének. Azt gondolom, hogy Magyarország részben, a magyar kormány részben, a magyar mindenek előtt a magyar emberek biztonságáért felel, és ezt teszi is. Azt hiszem, hogy a 2015-ös példa az jól mutatta, hogy mit jelent, amikor 400 ezer migráns átgázol az országon. Ez még egyszer nem történhet meg. Másrészt viszont felelősek vagyunk az Európai Unió schengeni külső határt őrző államaként, a belső határ ellenőrzés nem folytatok más európai országok biztonságáért is. Épp ezért szó se lehet arról, hogy ellenőrzés nélkül a biztonságot semmibe véve tömegeket engedjünk át az országon. Tudná egy picit, hogyha megkérném, igazából csak egy percünk, tehát nehéz lenne így összegezni, hogy Magyarországra most mennyire van nyomással a migrációs válság? Ez változó. A szerb szakasz, a román szakasz és némileg az ukrán szakaszon van bizonyos hatásértő mozgás. A szerb szakaszon ezt úgy lehet mondani, hogy olyan 30 és 50 fő között szokott az átlagos megakadályozás, vagy pedig visszakísérési létszám. A román szakaszon a néhány száz határsértőt küldtünk vissza Romániába, vagy adtunk vissza a román hatóságoknak, de a román hatóságok jól őrzik a határt. Épp ezért mindent megteszünk ebbe az együttműködésbe, hogy távol tartsuk őket, és nagyon fontos szempont, hogy rendőri erőket küldünk ki a balkáni útvonal más országaiba, Szerbiába, Macedóniába, Bulgáriába és más országokba is, annak érdekében, hogy már a magyar határoktól távolabb feltartóztassuk, lassítsuk a beáramlást. Bakondi György, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.